Vas Albert és más magyar írók és költők iránti tisztelet és a magyarság összetartozásának felmutatása vezérli immár 10 éve a minden év februárjában rendezett Vas Albert felolvasó maratont. Ebben az évben 60 helyszín csatlakozott hazánkból, a határon túli magyar területekről és a tengeren túlról a 25 órás ünnepi eseményhez. A sátoraljaújhelyiek 3. alkalommal kapcsolódtak be a programba. Igaz, a városi könyvtárban csupán 2 órára korlátozódott a felolvasó program, de az eredeti célok mentén valósult meg. Egyre többen vannak a Kárpát-medencében, ahol a mai estén emlékezünk Vas Albertre, arra életében talán méltatlanul mellőzött íróra, akinek csodálatos életműve volt. Hát ennek a mai felolvasóestnek, ami sok helyen 24 órás felolvasóest egyébként, nálunk csak egy rövidebb 2 órás rendezvényt tartunk már 3 éve. Ennek az a célja, hogy egyrészt felevenítsük, felhívjuk rá a figyelmet a műveire, másrészt pedig együtt élvezzük az irodalmat az itt jelenlévő irodalom szerető barátainkkal. A sátoraljaújhelyi irodalmi kalandozás során az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alakjának műveiből és más magyar írók költők írásaiból hangzottak el részletek. Ma este a Tritkó túl minden határon című könyvének egy részletét fogom felolvasni, ami az 1920-as tragédiáról szól, és azt hiszem, hogy ez is mindenkit fog annyira érdekelni, mint ami Vas Albertet olvasni. A lényeg, én úgy gondolom ennek az, hogy ez a seb sose gyógyul be. A városi könyvtár egyik legfontosabb küldetése az olvasás népszerűsítése. Ezért, és mert még mindig az egyik legkeresettebb író közé tartozik, az erdélyi magyar irodalmát csatlakozott a Biblioteka a felolvasóesthez. Nagyon sokan keresik, azért is gondoltunk arra, hogy megragadjuk ezt az alkalmat, mert nem mindenkihez jut azért el Vas Albert alkotásai, és egy kicsit figyelemfelkeltő és figyelemfelhívó is. Vas Albert műveit hazánkban a rendszerváltás óta jelentetik meg. Népszerűsége az 1990-es évektől folyamatosan növekszik az olvasók körében.